Sziasztok, itt Attila, ez pedig a Gamehalom csatorna, The Devil in Me sorozatának 10. része. Ha ezt úgy látjátok, mintha ismétlés lenne, akkor igen, nem tévedtek, ez ismétlődik a fenébe, most azt hiszem, most bujkálni is kell. Vettem fel új részt, viszont valami baj történt az OBS-ből, és emiatt nem vette fel. Szóval úgy jártam, hogy vissza kell töltenem egy keveset. Reméljük, most nem bukok le megint csak. Különben esküszöm, visszatöltöm megint, mert a múltkor nem buktam le. Miért nem mentél a többiekkel? Miért maradtál le? Nem hiszlek el. Az baj ezzel egyébként, hogy vissza kell tölteni, hogy... Én tudom már, mi lesz a következő, nem tudom, 3-4 órában, de lehetséges, hogy most gyorsabban keresztül jutunk az egészen legalább. Aaron. Az előző alkalommal eléggé keresgeltem, meg nézelődtem, meg minden, értitek? Szokásos. Itt most nem fogunk ilyesmit. Szóval... A múltkor itt nagyban nézelődtem, de szerintem... Tudom, hogy merre kell menni. De mivel kellett futni? Ezzel kellett futni. Jéj! Mehetünk lefele? Ja, igen. Erre leugrottunk. És akkor itt balra. Remélem, hogy nyomot nem hagyunk ki. Mert nem emlékszem, hogy itt lett volna bármilyen nyom itt ebben a mézben. Ebben a labirintusban. Itt például nincsen. Nem emlékszem az előző részben mennyi minden, tehát mennyire néztünk körbe itt. Emlékszem viszont, hogy itt nézelődtem nagyban az ilyen hangrögzítős cuccával. Csajszinak, hogy merre mászkálhat a csávó. De spoiler, nincs itt. Lehet itt lenne. Hogyha meghallott volna minket. Big surprise. No, I mean like at all. They called it selectively mute. Like I could talk, but I chose not to. And what's that got to do with? Gyorsan írt levél. Ez egy levél az egyik munkástól, aki felmondott. Dumet. We've never heard his voice. So, one of the things they said about it, the psychologists, was that I was hiding, that I was scared that if I spoke, I would give away my identity. That's the same as Dumet. Obviously, he wants to disguise who he is. No, it's more than that. There's a conflict in his identity. He doesn't even know who he is. It's like he's caught between being two people. Or he's trying to separate the killer from the regular guy he is the rest of the time. Maybe. Well, good thing you didn't become a killer. Give me time. Give me time. Itt nem emlékszem, hogy pontosan merre kellett menni. De relatív szerintem gyorsan össze fogunk tudni rakni. Mert emlékszem, hogy mit kéne csinálnunk viszont. Ahhoz képest. De nehezen lehet rá, nem, mint a kamera most közelebb lenne. Vagy csak mivel nagyon ilyen gyorsan haladok, emiatt tűnik úgy. Nem baj. Itt van, ez a kar, ez kell nekünk, visszaállítjuk az áramat. Amúgy itt végigparáztam, hogy valahol ott van a labirintusban, és minket keres. És hallgatóztam, és mondom, tudja, hogy ahogy visszaállítom az áramot, ez nem fog működni. Mert menjen le. Vissza kell kapcsolnunk az áramot, ami ott megy végig. Ott fent. Aha. És itt van egy... Ja nem. Ezt múltkor is azt hittem, hogy ilyen, tudjátok, ilyen dark picture. Ahol így látom, hogy mi történik. Mi fog történni a jövőben. Jó, most már van áram. Most már ezt fel tudjuk kapcsolni. Azt hiszem egyébként egy teljes, igen hosszú részt vettem föl, amit most újra fel kell vennem. Tehát konkrétan majdnem két ilyen történeti részt. Tehát ezt befejezni, az utána lévőt azt teljesen elvesztettem, és az utána lévőnél hagytam abba a felvételt. Szóval szerintem odáig el fogunk jutni. Ebben a részben bőven. Itt emlékszem, hogy itt gondolkodtam, de lehetséges, hogy nem számít. Figyeljetek, emlékszem, hogy nem az elsővel kezdtem.
Emlékszem, hogy nem a legelsővel kezdtem, nézzük meg, hogy... Igenis számít. Most forognak. Azt hiszem nem... Ha most a zene szólal meg, várjatok. Melyiket nyomhattam meg, a jobb oldalit vagy a középsőt? Megszólalt a zene. Szerintem akármelyiket nyomod, ugyanaz történik, mert nem ebben a sorrendben nyomkodtam meg őket. Szerintem a jobb oldalival kezdtem, mert mindig a jobb oldali felé szoktam kezdeni. És ugye most megy a zene, szóval hallja, hogy hol vagyunk. Persze. Picit ezt a kamerát lejjebb állítjuk. Hát ez nem sikerült sokkal jobbra, de mindegy, jó lesz. De többiek le se jönnek, tehát nem kezdenek el lemászni, fennmaradnak. Olyan, mintha nem csinálták volna meg nekik, tudjátok, hogy így az AI lesétáljon. Shoeshine killer. Shoeshine. Confirmed the body of a man found in a fire at an abandoned warehouse in the Fulton River District to be that of missing FBI agent Hector Munday. Munday has been identified as the Shoeshine killer, whose recent killing spree struck fear into the hearts of locals in and around Chicago. A spokesperson for Chicago PD confirmed Munday murdered four victims, including yesterday evening police officer Patrick Stanley, a dedicated veteran of 22 years. Ő ilyen sorozatgyilkos lett. Az a kérdés viszont, hogy ő az, aki jelenleg itt a gyilkos ebben a történetben is? Most előrébb jövök. Lejjebb kerültem volna. Én mindig állítgathatom a kamerát, olyan, mint a kamera önálló életet rekelne, és mindig állítaná azt, hogy hova néz. Most jó lesz. Hopp. Itt egy ilyen érme. Egy ilyen érmét biztos kihagytunk. Tudom, hogy ott a labirintusban volt ilyen. De ezt tudom, csak ilyen bónuszokra lehet beváltani. Ezt nem tudom, hogy erről mennyit beszélgettünk. Nem tudom, hogy pontosan milyen bónuszokra lehet beváltani. De megnéztem, hogy csak ilyen játékon kívüli bónuszokra, tehát nem... Nem így tényleges a sztoriban valamilyen befolyásoló tényező. Érdekes, a többiek nem szólalnak meg? Itt azt hiszem megszólaltak. Megszólaltak, hogy valami porban vagy miben másznak. Az előző alkalommal. Most lemaradtak volna? Csak nem. Csak nem módosul az, hogy nem tudom mennyire várjuk őket. Nem, ott jönnek, jó. Oh yeah. Nem tudom mennyire spoilerezzek egyébként, itt körbe is nézhetnénk, de azt hiszem nincs itt semmi. Wow, mi van itt? Kurt Hall, publicist. Ez semmi nyom? Az egerem az miért jelenik meg megint? Menj onnan. Hopp. Ide múltkor nem jöttem el körbe nézni. Ez múltkor kimaradt. Viszont ahogy nézem, ténylegesen nyomot nem is kaptunk eddig egyikből se. Pedig jó lenne. De jó lenne, itt mászkálok ezzel, azt egyszer csak rajtam üt a gyilkos. Mert abúgy by the way ott áll bent. Nézzétek csak, figyeljétek. Látjátok? What are those things? Látjátok, itt állnak. Hello! Run! Run! Futás! Pedig amúgy szerintem el tudnák intézni. Szerintem le tudnák győzni, hogyha nagyon akarnak.
Hm? Hagyjad? Nem? Oda mész mégiscsak felemelni? Ah, baj. Azt hittem ez egy döntés volt, de ezek szerint nem. Legalább oda ment, hogy megkönnyítse annak az esélyt, hogy kihúzza a csávó, és hogy észrevegye a baltát. Barikád. Run. Nem, futás. Hiába barikádoljátok el, balt van a kezében. Kate, go! The door! The door. Amúgy annyira tetszik, hogy ők futnak, ő meg sétál, és valahogy mégis utoléri őket általában. Kell itt nyomkodni majd? Hopp, hello. Mondtam, hogy van egy balta a kezében. Na most hova? No, no, please. Please, please, don't. Amúgy a legtöbb ilyen gyilkosos szituációban mindig azon gondolkodom, hogy tehát hárman állnak előtte. Az eddigi Dark Pictures játékokban szörnyek voltak. De három lány azért egy erősebb férfit, még ha baltával is van, pláne előbb nem volt baltája. Le kéne, hogy tudják nyomni, nem? Tehát, hogy szerintem le tudják nyomni, ez meg a másik rész. De itt meg az a vicces egyébként, mivel tudjuk, hogy... De kéne egy kulcs? Szerintem igen. Mivel tudjuk, hogy ott van a gyilkos, de nem látok. Mivel tudjuk, hogy ott van a gyilkos, és üldözi a lányokat, most már látni fogok. Így tudjuk, hogy itt viszont nem lesz. Szóval itt nyugodtan mászkálhatunk, mert úgy sincs itt. Erre itt valami? Be tudunk nézni, ott egy belső ajtó. Nagyon izgalmas, fogadjunk, ez az ajtó itt mellettem zárva van. Meg se próbálhatom kinyitni. Erre úgy emlik, hogy nincs semmi. Jó, menjünk ide le. Nem ugrasz le? Úgy. Itt van a kulcs. Itt a keze mellett van a kulcs, azt hiszem. Az egy valódi kéz. Már senki ne lepődjön meg az ilyesmiken. Changing room. A legnagyobb megbánásom ebben a sorozatban egyébként, hogy a kamerát elejtettem. Azt annyira szívesen tartottam volna magamnál. És az csak azért volt hiba, mert nem számítottam rá, hogy quick time event lesz. Le volt véve a kezem a kontrollertől. Sőt, szerintem akkor használtam először ezt a másik fajta kontrollert, ezt a kéket. Kellemetlen, hogy így alakult viszont. Hopp, itt egy hölgy. Tartja azt nekünk. Érdekesek ezek a bábuk egyébként, mert... Részben olyan, mintha tényleg így ott lennének, és kínoznák őket, meg sérültek lennének, meg csinálnának dolgokat. Lenne ilyen nyomrá, tudjátok, hogy megmozdult a bábú, akkor el is hinném, hogy ja, ezek a bábuk élnek. Valami. Megmozdult arrafelé. Nem akarsz bemenni? Köszi. Jó, itt nincs semmi. Errefelé valami hangja volt. Bábuk, olyan, mint összedőlt volna. Hello. Aha. Jók ezek a hangok. Csak azért nem aggódok annyira, mert tudom, hogy elméletileg itt nem kéne a csávó, hogy itt legyen. Ez micsoda? Gyűrű? Secret found. Wedding ring. Louis Lee-hez tartozott, és Dumet-hez. Ők itt voltak vendégek. És akkor neki volt a gyűrűje. Oh, Jesus Christ, még az ellenére, hogy
Tudom, hogy nagyjából mik történnek, az ellenére is bejöttem. Tudom, valamit fel tudunk venni. What the hell? Itt van egy vérnyomok kézzel. Lol? Az nagyon furán néz ki. Itt. De menjünk be. Menjünk be, csináljuk meg ugyanazt, amit múltkor csináltam. Valamiért elkezdtem parázni, pedig ezt a részt már játszottam. Itt nincs semmi hasznos. Azt hiszem van egy érme, és így ennyi. Tehát itt egy érme van. Ja, ennyi. Semmi más. És emlékszem, hogy tök pazarlásnak tartottam ezt, hogy ide eljöttem. Wow! Fotóztam egyet, és eldölt. De még a fotó se volt teljesen. Így kijöve. Nem is, igazából nem is fotóztunk, vakúztunk, de értitek a lényeget. Ne kattogjál már. Van valami? Inspect. Na, ez egy Dark Pictures lesz. Ezt múltkor nem láttam. Aha. Szóval ő még meg tud halni. Az úgy jó. Az úgy jó. Oké, akkor erre megyünk tovább. Látjátok, ezt a részt már le is tudtuk. És még csak 17 perce veszek fel. Hú. Hú, ez... Ez ijesztő volt. Erre nem számítottam. Pedig akár emlékezhetnék is rá. Viszont itt van Charlie, aki én csodálatos módon túlélte. Kicsit megégett, de ettől függetlenül túlélte, aminek örülünk. Ez Mark volt. Miért hallottuk volna a hangját? Miért üvöltött volna? Előbb nem estünk le. Hát ez mi volt? Jaj, megint egy érme. Ezek az érmék most, hogy tudom, hogy csak ilyen játékon kívüli bónusznak számítanak, így aztán annyira hidegen hagynak. Tehát fogadok ilyen kommentárok, trailert lehet feloldani. Ne beszélj. Mi van, hogyha itt a csúnya bácsi? Az zárva van, nem? Belülről tudok bemenni. Na, fordulj vissza arra. Na, szóval itt visszajövünk, és akkor itt erre, itt jobbra el kell menni. Itt így. És akkor itt tudunk bemenni oda. Azt nem tudom, hogyha kívülről nem tudta kinyitni ezt a zárat itt, akkor belülről hogy tudja kinyitni, mert amúgy szerintem át tudna azért nyúlni ott. És ki tudta volna nyitni. De mindegy, figyeljetek, ki vagyok én, hogy megkérdőjelezzem ezt. Kicsit előre haladunk, de egyébként azért kell ez a doboz, hogy ott átjussunk ott felől. Gyerünk, gyorsan. Gyorsan sietünk, új részeket akarok látni. Nem szeretem megismételni ugyanazt a felvételt. Ezért nem lett még mindig felvénve a legelső Dark Pictures játék, a Man of Maiden, azt hiszem az volt a neve. Ezben nem szeretem. Igazából nem is az, hogy nem szeretem, hanem hogy végigjátszani még egyszer ugyanazt a játékot, ilyen ezt a fajta horror játékot, az már nem buli. Tudod, mi miért történik, meg hol kell tényleg félni, meg hol nem kell félni ilyenek. Emiatt annyira nem izgalmas. Erre van valami? Nem, erre csak látunk lefele ott. Nem is tud ennél tovább elmenni ide. Hopp. Ott egy kutyi. Ott volt egy kutyi. Nem is megyünk balra, jó ez nekünk itt erre. Mintha kutya szemszögéből látnánk dolgokat. Jó van, nincs semmi baj.
Megláttad a kutyát, benn van a kutya, nincs veszély. Viszont láttunk egy ilyen, a Dark Pictures-el láttunk azt hiszem egy, ja nem is a Dark Pictures-el, nem, tényleg, nem, itt láttunk, nézzétek, a Bearingnél itt van, Mysterious Creature, itt van. És akkor ennyit tudunk egyelőre erről a kutyáról, de viszont ott, ha megnézitek jól a képet, ott látjuk, hogy éppen simogatja a márka kutyát. Szóval tudjuk, hogy az nem veszélyes. Agent Hector. Kate choose to save Jamie on the roof. Ó, mekkora szerencsénk van egyébként egy csomó mindennel kapcsolatban, hogy még életben vannak. Mint a csavarhúzó. Az, hogy az üveg az éppen ki volt úgy lazulva ott, amikor éppen nem volt levegőjük. Ezek vagy nagyon nagy szerencsék, vagy pedig mindkét alkalommal így is úgy is megmentettük volna. Ez mondjuk egy érdekes dolog, hogy akkor végül is ott ténylegesen jól döntöttünk, vagy pedig tudtunk volna rosszul dönteni egyáltalán. Mert értitek, mi van akkor, hogyha tök mindegy, mit választasz, mindenképp túléli így is, úgy is mindkettő. És csak azért van így a játék megcsinálva, hogy úgy érez, mint hogyha ez közel volt. Charlie, pretty please. Túlélted a pokol lángjait is. Hát tudjuk ki ez. Get away from me, Charlie. Scares the hell out of me. And you didn't. Meg is ütettem volna. Thought you were Jumet. You thought what? How the hell did you make it out here? Yeah, good to see you too, mate. I nearly got fried, you know. I know. Jaj, tényleg. You saw it. Most. What the hell does that mean? Gyanúsítgatják nagyon Charlie-t. How exactly do you get out of that? Where are the others? Gyanúsítják Charlie-t, mert ugye megtaláltuk a... Tehát megtaláltuk elsősorban a papírt arról, hogy ki akarják rakni őket a stúdióból. Aztán egy kazetta lejátszót találtunk azzal kapcsolatban, hogy... Mint hogyha Charlie arról beszélne, hogy öljék meg a többieket, és ugye Erinnel pedig elmondtuk a csapatnak. És akkor így, most a Marcus suspicious, tehát gyanakvó Charlie-ra. Ezért alakult így ez az egész. Ami érdekes egyébként, hogy... Érdekes egyébként, hogy a Charlie-ra ezek a bizonyítékok vannak. Jézus, megkapta az öngyújtóját. Mi van nálunk még azon kívül? Merre? Arra. Jaj, de jó, mutatja az utat nekünk, látjátok? Megy. De szép fényes ez a... Ez az öngyújtó. A keze keresztül ment a kerítésen. Pont néztem, hogyha azt úgy ki fogod tartani ott, akkor keresztül fog menni rajta. Na szóval, erre ide fel tudunk menni. Ott arra kéne mennünk oda az ajtóba. De erre van itt fenn egy szoba. Ott egy ablak, és akkor ott be tudunk menni. Azon gondolkodom most, előbb láttam, hogy van valami nálunk még a Charlie-val. Még ezen kívül. Nem tudod elrakni most egy ideiglenesen? Jaj, Charlie, gyerünk már! Ne lassúskodj! Az utolsó lépés már tudod ugrani is. Megvan az gyorsan. Na, hát át úgy szépen. Oké, és itt emlékszem, hogy itt van valami. Egy Dark Pictures? Aha. Ja, ez a következő Dark Pictures játékkal kapcsolatos Dark Picture. Szóval most már tudjuk, hogy így az űrben fog játszani. Mire oda jutunk egyébként, hogy játszak vele addigra, hogy így is el fogom felejteni. Szóval teljesen mindegy. Az előző játékban is például láttam róluk egy ilyen Dark Picture dolgot. Itt van kártyánk. Mert ezt nem fogjuk tudni amúgy kinyitni. Van kártyánk, nagyon jó.
Ezt múltkor azt hiszem nem tudtam kinyitni. Lehet, hogy elfelejtettem, hogy ott a kártyát kéne használni, vagy valami hasonló. De most ez jó, mert akkor itt van újabb szikretünk. Oké, mit ír? Hector Mundane, az FBI ügynök, ha minden igaz, gyermekkorában kapott, nem is kapott gyógyszereket, hanem ez a, ahogy az orvosnál volt annak az ilyen leírása. Fizikailag bántalmazva volt az anyja által. Rengeteg nyomunk van. Wow. Ezeket átnyomkodjuk. Agent Mundane. Mundane volt. Elég sok nyomunk van. Elég sokat megtaláltam. Ennyi. Itt azt hiszem nincs több semmi más. Igen, nekem úgy tűnik, hogy itt már nincs semmi más. Ez jó, ezt múltkor nem tudtam kiszedni. Le tudsz ugrani itt nekem? Hát ez nem volt teljes ugrás, de figyelj, teljesen jó. Így gyorsabban keresztül jutunk ide. Azt hittem automatikusan megy föl rá, azért így álltam így neki a létrának, de nem, nyomni kell egy X-et. Azt le kell ott lökni, és akkor úgy a tetőn kell bemászni. Látványosan az oldalára esett, mire lemegyünk, addigra már megint a kerekein lesz. Látjátok? Nem fel akartam menni. Te mi van ott? Michael Jackson azzal ott az ajtóban? Vagy mit csinálsz? A csávónak ilyen kilométer hiánya van. Nem baj, úgy tűnik nem menekült eleget még a gyilkostól. Nem? Hát megint fölmásztam. Nem föl akarok mászni. Erre így. Itt oldalt a tetőn be lehet menni. Az ajtó nem nyílik. Így, és akkor itt fönt bemegyünk. Hello! Te vagy a fiatalabbik, akár te is csinálhatnád ezeket helyettem. What is that smell? Ez a szag. Hát itt ruha, ahogy nézem. Gondolom, akiknek meggyilkoltak a ruháját. Jó. Márk is látta a kutyát. Van egy kamera. Itt a kamerák azokat a pozíciókat figyelik, ahol a lányok keresztül mentek. Látjátok, ott bal oldalt ott vannak, ahol állnak a dumettes, gyilkosos szobrok. Azon gondolkodom, hogy vajon középen most már nyitva van a lejáró? Nem, biztos nem, mert ezek nem forognak. Akkor igazából még azelőtt vagyunk, hogy a lányok elmentek volna. Igen. Gondolom, ahogy... Majdnem spoilereztem egyet, mindegy. Majd mindjárt megtudjátok, mire gondolok. Heads switch, a fejük le volt cserélve, úgy találtak két áldozatot. Hopp. Rakd el az öngyújtót! De tartja a kezébe az öngyújtót, rakd már el az öngyújtót! Kíváncsiak, bekapcsolva marad-e? Bekapcsolva itt az öngyújtót. Erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy emiatt lebukik-e. Ez ténylegesen így marad-e, vagy sem? Most látja a lányokat ott végigmenni nagy eséllyel a kamerán. És most megy oda eléjük, tudjátok. Szóval eddig nem a lányokat üldözte, hogy Márkkal játszottam. Hopp, viszont kiszúrta azt a darabkát, ami letört a tetőről, amikor jöttünk befele. Mennyire odafigyel az ilyenekre? Látszódik fel a fény? Nem, olyan, mintha be lenne csukva, de pedig néz ki a csávó belőle. Ne néz ki! Mit művelsz? Elment az eszed? Mondjuk nem úgy tűnik, mintha megemelné.
Nézzétek, megemelte! És látszik a fény! Oké. Okay. Előgerősen gondolkodom, hogy mennyi alkalommal számít ténylegesen ez, hogy lebuksz-e itt. Nagyon sokszor tudsz lebukni az ilyeneknél. Elment. Azt hittem, számítani fog a fény. Értitek, hogy ott látja majd a öngyújtót, amit ott felkapcsolva hagyott valamiért. Ez szerintem nem kéne, hogy így maradjon. Szerintem le kellett volna kapcsolnia, csak szerintem a kezében maradt így a modellnek. Le se tudom kapcsolni. Most sikerült. Lol. Na jó van, figyelj, ezt átnéztük, ezt a részt itt. Valamit itt még kihagytunk erre felé? Ott valami lebegett. Itt egy kés. Lebegő kés. Érdekes, nem tudom, a múltkori alkalommal nem volt tagbágok, amikor végigvittem ezt a részt. Sőt, úgy általánosságban eddig nem nagyon találkoztam bággal. Most meg így most... egyik után látjuk a másikat. Oh my God. What? What is he doing? A testek. He's preserving his kills. Tartósította a hullákat. Why? Because they're valuable to him. Trófeák. The trophies. Keepsakes. Dimash sure seems to know a lot. Do you think maybe we're dealing with more than one person? What do you mean? Tending this place, the weird robots, the traps. Oh, yeah. Be just one man? It's one man. One very driven, very disturbed man. Nem tudom, merre kell menni pontosan. Ja, itt hagytam abba a felvételt valamerre errefelé. Azért nem emlékszem már, hogy itt mit kell csinálni pontosan. Anélkül, hogy kihagynánk bármit is. Mert ugye eddig úgy tudtam menni, hogy tudom, hogy... tehát ha nem megyek el balra, akkor ott nincs semmi úgyse. Itt egy test. Valamilyen tartósítószeres folyadékban tartja. Nézzük sokáig. Itt viszont emlékszem, itt hagytam abba az előző felvételnél a felvételt. Egy pár héttel ezelőtt jelentkezett be ez a Harrison Lee a hotelba, és a másik nap már halott volt. Bering. Ja, hogy hogyan készíti, dokumentumot találtunk azzal kapcsolatban, hogy Dumat hogyan készíti ezeket a bábukat. És ez gondolom leírja ennek a részleteit. Így a test meg a hasonlók. De egyébként itt van, nézzétek csak. Ó, ezt meg is tudjuk jobban nézni. Itt van, hogyan lehet a tartósítását csinálni egy testnek jó formán. Impregnation, positioning, curing. Ugye lépésről lépésre, hogy hogyan tartósítsák a testet. Szerintem ez az épület, ez arra épült, hogy ezt a feladatot láss el. Ami nagyon vicces egyébként, mert hogy valakiket elhívsz ide, hogy építkezzenek, és ilyen dolgokat kell építeniük. Egy helyet, ahol tartósítják a testet. Egy hullaház konkrétan. Hoppá. Secret. Mi a secret? Monday killed victims while working in Chicago helping to train detectives on profiling. A chicagói gyilkos az Mundane volt, és amiközben segített oktatni az ottani rendőröket, addig gyilkolt áldozatokat. Be on the lookout for a male suspect believed to be the Shoe Shine Killer. Suspect is FBI Special Agent Hector Mundane. He may be armed and is highly dangerous. Dispatch, this is Officer Martinez. I found Mundy's car, requesting backup. Officer Martinez, what's your location? A warehouse on Park Avenue, Fulton River. Looks abandoned. Officer Martinez,
backup on its way. Hold your position. Copy that. Shit! He's seen me! Officer Martinez, hold your position. Shit! We have a situation. Dispatch, the building's on fire. Fire department, on their way. He's still in there. You read me? Copy. He's still in there. Magára gyújtotta az épületet az FBI ügynök. Erre azt hiszem nincsen semmi, erre csak így ki tudunk nézni. Te erre el tudnánk menni, mint ha azt akarnám mutatni nekünk. Érdekes. Valami elől menekülnünk kell esetleg majd? És azért mutatja ezt. Itt van egy lánc. Mondom, lelökjük azt az asztalt, vagy mi az ott, és akkor gondolom ez kinyílik. Na jó, figyeljetek, én Amundo vagyok, itt lezárom ezt az epizódot. Nagyjából eddig jutottam el az előző felvételi session alatt is, viszont az 40 valamennyi perc volt akkor. Most ez 37 percben sikerült, reménykedek benne, hogy viszont fel is vette a rendszer. Szóval ja, ha tetszett ez a videó, dobjatok egy lájkot, nézzetek körbe a csatornán, hát ha találtok mást, amit szívesen megnézzétek, és sziasztok!